Eszter számára az irodalom a legnehezebb, mert nem nagyon szeret olvasni, de most megígérte, hogy fog ezen változtatni. Szeretek nagyon rajzolni, és tudok szépen. És mit szeretsz rajzolni, amikor megmondják, hogy mit kell lerajzolni, vagy te meglátsz valamit, és azt szeretnéd lerajzolni? Hát néha hát szoktam, amit mondanak, meg csak úgy magamtól. És mit inkább, tájat, embereket, virágokat? Hát bármit. És milyen technikával? Ceruzával. És mondjuk a kézműveskedéssel, hogy ezt hiszem, azért óviból emlékszem rá, hogy nagyon ügyes voltál ott is. Igen. Azt is szeretek, és tudok. Mondjuk elképzelhet, hogy magadnak készítesz egy karkötőt, egy nyakláncot? Igen. Szoktam is, meg ceruzatartót, meg ilyeneket. A sport is napi elfoglaltság Eszter számára, kézilabdázik. Azt kell tudni, hogy jók vagyunk, és a csapat neve Sütőkézi Suli. És te milyen kapus vagy, vagy milyen pozícióban játszol? Bal szélen. Balkezes vagy, vagy jobbkezes, vagy kétkezes? Jobbkezes. És mi volt az a meccs, amin nagyon sok gólt dobtál? Hát szerintem az első meccsen, Tiszaföldváron, és ott kaptunk érmet, és ott nyertünk is, és... Akkor erre büszke vagy? Igen. A sportnak köszönhetően kicsit határozottabb, rendszeretőbb lett. Remélem, hogy addig fogom csinálni, amíg ki nem járom az iskolát, vagy még lehet tovább is. De akkor a sportnak köszönhetően egy kicsit határozottabb lettél, rendszeretőbb, mesélj erről, miben változott meg az életed? Abban, hogy örülök neki, hogy járhatok, és ettől jobb a kedvem, mert járhatok rá, és... És akkor mondjuk, amikor a sok edzés van, sokat kell szaladni, és sokat kell mondjuk dobálni, és elfáradsz, akkor mit érzel, hogy ez most azért történt, mert legközelebb ez a meccsen majd jól jön? Igen. És szokott olyan lenni, hogy edzés után nagyon fáradtak vagyunk, vagy még közben elfáradunk, de még akkor is csináljuk. Meg a meccsen is így van. Tehát akkor a kötelességtudat az megvan? Igen, meg. A sport egyébként segített neked abban, hogy esetleg könnyebben tanuljál, vagy mit adott még neked? Hát igazából segített, hogy jobban tanuljak, mert... Könnyebben megy a suli? Igen. Sok kis barátod van a sportnak köszönhetően? Igen. Mesélj egy picit az osztálytársaidról. Hanyadikosok vagytok, ki a tanítónéni, hány lány, hány fiú, egy picit mutasd be az osztályodat. Oké. Osztályfőnököm az Ancika néni, az osztálytársaim is sokan járnak kézire, meg hangszerre, és negyedik osztályosak vagyunk. Jó kis osztály vagytok? Igen, csak nagyon hangosak, meg beszédesek. De azért órán odafigyel mindenki. Igen, a legtöbben igen. Sok kitűnő volt most fél évkor? Hát annyira nem, de voltak. És mit tapasztalsz, hogyha valaki jó jegyet szerez akkor, vagy egy eredményt hoz valami versenyről, akkor büszkék rád az osztálytársaid? Igen, a legtöbben igen, de akik annyira nem csípnek engem, azok nem. De hát reméljük, hogy akik nem csípnek, ahogy te mondtad, azok is meg fogják ismerni, hogy milyen jó érzés, lehet, hogy ők azért nem csípnek, mert te sikeres vagy, és ők esetleg még egy picit le vannak maradva a tanulásban. Nem gondolod? Hát igen. Meg akik jó tanulók, azokat szeretem, meg ők, én is büszke vagyok rájuk, meg ők is rám, mikor ilyen verseny van. Meg én, ha mondják például a verset, én nem beszélek oda, hogy rossz, meg ilyenek, hanem pont megdicsérem, hogy el tudta mondani. Tehát akkor ti összetartó közösség vagytok. Reméljük, hogy azok, akik egy picikét most le vannak maradva, azok most a második fél évben javítani fognak. Te mit szeretnél mondjuk évvégén elmondani, hogy ugyanilyen kitűnő voltál, ezt gondolom, hogy meg lesz, de esetleg el fogjuk mondani, hogy vettél kezedbe több könyvet, többet olvastál. Igen, szoktam olvasni otthon a népmeséskönyveket,
meg azokat szeretem is, meg matekozni is szoktam, hogy évvégén ne legyek egyes vagy kettes. Volt már ilyen, hogy ilyen egyet kaptál valaha? Nem, még csak négyes ötös voltam, és meg is szeretném tartani, hogy négyes ötös legyek. Ha valaki jó jegyet szerez, vagy eredményt hoz versenyről, akkor büszkék vagyunk egymásra, elárult el Eszter.